Csapus a keresőjáték. November 30-án keresd meg Csapusát a Play-ten, és értékes nyeremény jutja a markodat. Egy kit kell keresned? Egy magas, jóképű, okos fiatalembert Minecraftos pólóban. Az első 30 megtaláló ezt a szivacsat kódot kapja jutalmul. Ez az első szenzációs magató. A részvétel teljesen ingyenes. Aki 29-én is megtalálja Csapusát a Play-ten, kipróbálhatja a szivacs hetet. Sziasztok! 4000 feliratkozói különkiadás. Az igen, komolyan, fú. Azért remélem lesz több is, nem arról van szó, de az első semmi tényleg. Nem volt könnyű ideig eljutni. Szóval itt az alkalom, hogy megköszönjek minden hozzászólást, lájkot, letöltést, végigjátszást, aki csinálta. Az is nagyon jó. Nagyon jó érzés, amikor a ember alkotásáról készül egy videó, és legfőképpen a támadásokat köszönöm. Ugye 3000-nél ígértem egy pályát, ha jól emlékszem, még ott, ami már rég elkészült, csak nem csináltam hozzá trélert, na hát azóta se, szóval nem tudom, lusta vagyok hozzá. Ez egy kifejezetten két játékosra készült pályám, és hát szerintem a trailer is úgy nézne ki jól igazán, vagy az passzolna hozzá, hogyha azért ott két karakter mászkálna, nem csak egy Csapus a skin. Vagy mégis el tudom azt képzelni, hogy csak helyszíneket mutogat, de szerintem jobban néz ki az, hogyha látszik játék közben is, tehát hogy mennek. Szóval azt gondoltam, hogy na most már tényleg ideje megosztani. Úgyhogy erről fog szólni ez a külön kiadás, hogy letölthető a pálya, ott van a leírásban. Egy kicsit tovább fogom fejleszteni, tehát tulajdonképpen nem is azt tudjátok letölteni, amit most mutogatok, hanem csak egy erre nagyon hasonlító pályát. Például itt van ez a sorsoló rész, ez a kőpapírolló rész. Mindkét oldalon ilyen item frame-ek sincsenek, mert nem töltötte be őket, tök jó. Aha, ki kell írnom majd táblával is, hogy melyik. Tök jó. Másik oldalon se töltötte be? Ott se, ilyen nagyon jó. Imádom ezt a bugot. Szóval, meg egy liter water. Szóval ez a kőpapírollós rész. A pálya ugyanis a kőpapírolló című pályát viszi tovább, vagy gondolja tovább. A régi pályáim videóban láthatjátok azt, ott az a pálya arról szólt, hogy próbák jöttek egymás után, és mindegyiken valamelyik játékosnak föl kellett magát áldoznia, és három tárgyat kapta, követ, papír, tollót, amivel tudtak sorsolni. Tök jó. Na most ugyanezt a Restomból csináltam meg, azért mégiscsak elegánsabb, de ez a rendszer szerintem eléggé elavult. Szóval most ezt tudom, így ránézésre látom, mert jó, meg hát fejemben van a működés jelve, sokkal egyszerűbben, kisebben, okosabban, jobban meg tudnám csinálni, és meg is fogom csinálni. Egyébként hagyhatnám, tehát működik, teljesen hibátlan, nem csinálok rossz rendszert, csak nem tudom. Ez mégiscsak szebb. Hát nem is tudom, hogy ki lehet ezt valahogy akasztani, nem vagyok benne biztos, hogy ezt ki lehet akasztani. Azért nagyon figyeltem arra. Na jó, mindegy, majd átnézem, és akkor tuti atom biztos lesz, meg a többi dolgot is. Ilyen szép kívülről, ezt nem fogjátok látni, majd végigjátszás közben. A pálya kétnyelvűre készült. Igen, azt is lehet próbálgatni, sőt az is lenne, hogyha esetleg a angol szövegben valaki talál valami hibát. Szóval ez egy kicsit félig olyan teszt jellegű a dolog, ugyanis hát most készítem fel 1.8-ra is, úgyhogy arra még nincs tesztelve. A másik különleges dolog, amire gondoltam, hát mivel én lusta voltam trailert csinálni, mi lenne, ha lenne egy nyereményjáték, mondjuk, mert ideig nem sok sikerrel voltak ilyen nyereményjátékok, de még mindig optimista vagyok. Hát igen, nyeremény igazából nem nagyon van. Ilyen reklám esetleg, hogy na annak a trailerét fogom majd kirakni a csatornára, és akkor ezáltal reklámot kap, vagy szivacs 6 kód. Ja, szivacs 6 kód, igen, azt is lehet nyerni, szivacs 6 kódot is. Meg azon kívül ilyen Team Fortress tárgyakat lehet, bár nem vagyok benne biztos, hogy mindenki Team Fortress-ezik, aki néz.
De jó, akkor legyen ez, hát annak fogom felhasználni a trailerét, övé a dicsőség, meg minden. És kapsz javaslat kódot, aki a legjobb trailert elkészíti. Remélem csináltak trailereket. Ha nem, akkor nem tudom, majd valahogy tényleg most már, de hát ezt már nem is merem mondani, de ezzel feliratkozóval ezelőtt is így voltam. Pedig jó lenne. Szerintem ez egy jó pálya. Igen. Így legalább két ember kell hozzá. Sőt, az az ajánlat, inkább két ember. Többen nem biztos, hogy annyi élvezetes. Hát a Lance Torrance is ugyan megcsinál, hogy egyik játékos, másik játékos, ez a piros meg a kék kockait, vagy szoba inkább. Jó. Úgyhogy még egyszer köszönök mindent. Letöltése leírásban. A kézikönyv óvjam.